Bátorító üzenetek minden napra. maiige.hu Bármilyen helyzetben vagy ma, fontos, hogy tudd, Isten jót fog kihozni belőle. Erről szól ingyenes kiadványunk, melyet szeretettel ajánlunk neked is. További részletek a videó alatti leírásban. A lelki növekedés csoportos feladat. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Zsoltárok könyve 122. fejezet első vers. A zsoltáros így újjongott, örvendezek, mikor mondják nékem, menjünk el az Úr házába. Zsoltárok könyve 122. fejezet első vers. Te is így érzel Isten háza iránt? Ha nem, miért nem? Pál ezt írja. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává, a lélek által. Pál efézusbeliekhez írott levele, második fejezet, 19-től a 22. versig. Vannak idők, amikor egyedül kell lennünk Istennel imádságban, és vannak helyzetek, amikor csak akkor találjuk meg a választ kérdéseinkre, ha Isten népével vagyunk. Amikor azok, akikben Isten lelke lakozik, összegyűlnek Isten tiszteletre, tanításra, bátorításra és szolgálatra, Isten hatalmas módon megmutatkozik. Lelkileg növekszünk, miközben megtapasztaljuk jelenlétét, halljuk igéjét, és közösségben vagyunk azokkal, akik testvéreink Krisztusban. Minden alkalommal, amikor együtt vagy Krisztus testének többi tagjával, ez újra emlékeztet arra, hogy a győztes oldalon állsz. Egyedül nehéz ünnepelni. Ha valamit meg akarunk ünnepelni, általában összehívunk embereket, hogy osztozzanak az örömünkben, igaz? Jézus annyira örül a kereszten aratott győzelmének, hogy minden héten összehív minket megünnepelni azt, amit elvégzett értünk. Ez az ünneplés pedig, akárcsak a lelki növekedés, csoportos feladat. Érezted már úgy, hogy az élet irányíthatatlanná vált? Jól esne tudni, hogy Isten még most is kézben tartja a dolgokat? Ilyenkor az emberek kétségbe esetten keresik a válaszokat, hívők és hitetlenek egyaránt Istenhez fordulnak. Max Lucado írásából megtudhatod, hogy Isten ezt az űrzavart is jóra fogja használni. Élj a lehetőséggel is, rendeld meg az Isten jót fog kihozni belőle című ingyenes kiadványunkat a videó alatti leírásban található elérhetőségeinken.